Köszöntöm Önöket, a Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Vita a költségvetésről, a zárszámadás volt a közgyűlés kiemelt témája kedden. Biztonságos a pécsi közlekedés, 34 új zebrát jelölnek ki a városban. Újabb vírust azonosítottak pécsi kutatók, az ebola rokon kórokozót hazai denevérekben találták meg. A tavalyi év költségvetésének zárszámadása volt az önkormányzati közgyűlés legfontosabb témája kedden, emellett a képviselőtestület több fontos, közérdekű ügyet is tárgyalt. Nem egy napirendi pont kapcsán komoly viták alakultak ki a döntéshozók között. Az ülés szakmai elismerések átadásával kezdődött. Az év tűzoltója díjat Vice Szabolcs címzetes főtörzsőrmester, az évrendőre elismerést pedig Szabó Csaba főtörzsőrmester vehette át. Az ünnepélyes pillanatok után a képviselőtestület az első napirendi pontként a 2021-es év költségvetésének zárszámadását tárgyalta. A téma nagy vitát váltott ki. A Fidesz részéről Csizmadia Péter frakcióvezető hozzászólásában kifejtette, hogy a 2021-es költségvetés kiadási és bevételi oldala egyaránt alultervezetnek bizonyult, és bár a büdzsé stabil, ez az állami szerepvállalásnak köszönhető. Már 2018-ban is, de aztán 2019-től kezdve pedig folyamatosan az önkormányzatnak a működési egyenlege az egyébként stabil, sőt, voltak évek, amikor sok milliárdos pluszban is tudta zárni az önkormányzat, ugye idén is, ha még csak szűken is, de mégiscsak pluszos az önkormányzatnak a működési oldala. Ezzel gyakorlatilag megdőlt az a hazugság kampány, amiben 2019-ben is, meg részben 2022-ben is önök folyamatosan támadták a politikai ellenfeleiket. Ruzsa Csaba alpolgármester válaszában egyrészt emlékeztetett a jelenlegi városvezetés elődeitől örökölt adósságállományára, valamint arra, hogy a pécspogányi repülőtér eladásából származó bevételt kénytelen volt működési kiadásokra fordítani az önkormányzat. Decemberben 55 kérdést kaptunk arra az átmeneti szabályozás bevezetésére, hogy a reptér eladásból, ami 977 millió forint és befolyik, mit fog tenni az önkormányzat. Dolgozói béremelése költötte. Vonjuk le a 977 millióból a 350 milliót. Az 627 millió. Az alpolgármester emlékeztetett arra, hogy a város helyzetét igencsak megnehezíti a kieső helyi iparüzési adóbevételek hiánya, a koronavírus járvány okozta gazdasági visszaesés, valamint az éves szinten törlesztendő hiteladósság. A közgyűlés végül elfogadta a zárszámadást, az ellenzéki képviselők tartózkodtak a szavazáskor. Több más zöld beruházás, így például a Füzesdűlőbe tervezett új önkormányzati napelempark hasznosítása szintén vitákat eredményezett a testületben. A képviselők megszavazták, hogy Pécs-Hirden a volt kenderfonó épületét felújítva közösségi ház épüljön. A beruházást a tervek szerint 2023. szeptemberében adják át. Több kritika érte az ellenzék részéről a 10 milliós keretösszeggel kiírt belvárosi házakat érintő homlokzat felújítási pályázatot is. Hallgatom itt a Ruzsa Csaba alpolgármester urat és a Sik László képviselő urat a homlokzat felújítási pályázat kapcsán, és a Tanú című film jut eszembe, amikor mondja benne talán a virágelvtárs, hogy kicsit sárga, kicsit savanyú, de a miénk. Na, körülbelül ez a program is ilyen. 10 millió forintról beszélünk itt lassan fél órája, hogy ez majd milyen segítséget jelent a belvárosi műemlékvédelmi épületeknek a felújításához, hát ez viccnek is kevés, most valljuk be. A megjegyzésre Sik László Lajos, a kommunális bizottság elnöke válaszolt, aki elmondta, hogy még ha szűkös is a rendelkezésre álló forrás, abból az adott társasház a kötelezettségét teljesíti. Amennyiben ön tulajdonos egy létesítménynek, mondjuk egy háznak, akkor annak kapcsolatosan kötelezettsége van. Kötelezettsége van többek között nem csak a homlokzatnak, hanem a rendszereinek, az épületnek, a szerkezeteinek jó karbantartására, mert ez a feladat rendszere. A testületi ülés utolsó órájában hosszas szócsatához vezetett többek között a város hitelállománya,
bizonyos ingatlanok belterületbe vonása is. A képviselők elfogadták a város közbiztonsági programjának végrehajtásáról, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót. A képviselőtestület legközelebb május 31-én tart rendkívüli, június 14-én pedig rendes ülést. A gyalogosok számára is biztonságosabbá szeretné tenni az önkormányzat a közlekedést, ezért a meglévő gyalogátkelő helyeket korszerűsítik. Emellett három ütemben összesen 34 új helyszínen létesítenek zebrákat. Bár ez esetben a motoros szabályosan elsőbséget adott a gyalogosnak, ebben a forgalmas csomópontban nem mindig könnyű átjutni az út túlsó oldalára. Ezen segít majd az az új gyalogátkelőhely, amelyet az elkövetkezendő időszakban létesítenek a volt Honvéd kórház főbejáratával szemközti kereszteződésben. A beruházás annak a két éves zebra telepítési programnak része, amelynek koncepcióját a lakosság igényeire reagálva az egyes területek önkormányzati képviselőinek javaslatai alapján alakítottak ki. A Város Költségvetési és Gazdasági Bizottságának elnöke szerint a kivitelezések a közeljövőben elindulnak. Honvéd kórházzal szemközt a gyógyszertár és a bevásárlóközpont között lesz az új gyalogátkelőhely. Ez a gyalogátkelőhely egy csomagnak a része, ahol kiválasztottuk a tervezőt. A tervező tervezés engedélyezteti ezt a csomagot, ami 11 gyalogátkelőhelybe áll. Ez hamarosan lezárul, és akkor utána tudunk nekiállni a kivitelező kiválasztásának és a kivitelezésnek. Tehát minden esély szerint ez idejében meg fog valósulni. A második ütemben 10, a harmadikban 13 gyalogátkelő helyet hoznak létre Pécsen. Kevésbé ismert, de a zebrák telepítését minden esetben komoly szakmai és hatósági munka előzi meg. A lakossági jelzések után az önkormányzat intézkedik. Forgalomszámlálást végeznek, itt megnézik az autóforgalmat, a gyalogos forgalmat, de el kell érni egy minimális szintet, hogyha ezt eléri, akkor lehetséges a gyalogátkelő létrehozása, amennyiben a közművek ezt lehetővé teszik. A zebra telepítéshez tehát az összes, a területen illetékes közműszolgáltatók jóváhagyása is szükséges. Ezt a hatósági engedélyeztetés, valamint a tervezés, majd végül a kivitelezés folyamata követi. Az önkormányzat mindezt tudva természetesen már időben, nagyjából a koronavírus kitörésének időszakában megkezdte ezt az előkészítő munkát, így az első 11 gyalogátkelőhely átadása a közeljövőben megtörténik. Ebola rokonvírust azonosítottak magyarországi denevérekben, a felfedezést a Pécsi Tudomány Egyetem tudósai tették. A jelenlegi kutatási eredmények alapján a most megtalált kórokozó nem fenyeget fertőzés veszéllyel. Laboratóriumi körülmények között vizsgálják a tudósok azt az ebolához hasonló vírust, amelyet nemrég sikerült izolálni a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumában. Dr. Kemenesi Gábor, a természettudományi kar egyetemi adjunktusa elmondta, egy bizonyos hazai denevérfajban találták meg a kórokozót. A kutató szerint a felfedezés azért is fontos, mert segít felkészülni a védekezésre, illetve abban, hogy jobban megértsék a több évtizede problémát okozó Ebola és a Marburg vírust. Az Ebola vírusnak rendkívül sok rokona van, tengeri halaktól, édesvízi halaktól, kígyókon át, denevéreken át, olyan Ebola vírus fajtákig, és olyan más, egyébként filovírusoknak hívjuk ezeket, tehát olyan más vírusokig, amik tehát Afrikából hallunk, hogy szörnyű megbetegedést okoznak, és bizony komoly figyelem kell, hogy rájuk háruljon. Egy ehhez hasonló vírust fedeztünk mi is föl. Ez egy olyan rutin kutatómunkának a része, ami azt hivatott szolgálni, hogy egyszerűen fogalmazva, de előbb ismerjük meg az ellenséget, mint hogy ránk találna. Nagyon sok ilyen vírussal foglalkoznak egyébként szerte a világban kutatók. Na most ez a vírus távoli rokona az Ebola vírusnak. Dr. Kemenesi Gábor elmondta, az állatról emberre terjedő vírusok exponenciális növekedésének oka a természetpusztítás, a túlnépesedés, a klímaváltozás, illetve az elvárosiasodás. Kiemelte ugyanakkor, hogy a jelenlegi kutatási eredmények alapján a most megtalált kórokozó nem fenyeget fertőzés veszéllyel. Rendkívül összetett egy ilyen folyamat, és ennek minden részét vizsgáljuk. Nem csak azt vizsgáljuk, hogy itt a laboratóriumban mit csinál a sejteken, hanem azt is, hogy maga a denevér, amiben ez a vírus van, ő ezt üríti-e egyáltalán. Tehát van-e esély arra, hogy ezt továbbadja, és jelen pillanatban azt látjuk, hogy nem is üríti, tehát neki csak a vérében van. Tehát jelen pillanatban most nem tudok olyat mondani, ami egy ez a fajta kontakt lenne, ami megengedni azt, hogy az a bizonyos átugrás megtörténjen denevérről emberre. Mint azt a szakembertől megtudtuk, a denevérek a koronavírus óta fekete listások lettek, azonban tilos őket írtani, hiszen fontos részét képezik az ökoszisztémának. A trópusokon például beporzást végeznek, így nélkülük az emberiség is megszűnne létezni.
Fokozott ellenőrzést tart júniusban a rendőrség a mecseki erdőkben. A területileg illetékes erdőgazdálkodókkal közösen lépnek fel azokkal szemben, akik a védett területeken illegálisan gépjárművekkel, motorkerékpárral és quaddal közlekednek, illetve megszegik az erdőlátogatás szabályait. A Mecsekerdő ZRT és a Baranya megyei rendőrfőkapitányság első közös természetvédelmi akciója áprilisban az erdőtisztítás volt. Májusban konferencia keretében vizsgálták meg az egyre gyakrabban előforduló erdei vétségeket, szabálysértéseket és bűncselekményeket. Júniusban pedig közösen lépnek fel azokkal szemben, akik megszegik az erdőlátogatás szabályait. Beteg gyermekeknek és felnőtteknek is segített már pénzt gyűjteni az Angyalok Jótékonysági Licit csoport. Az országos közösségi felületet még 2019. szeptemberében indították lelkes önkéntesek annak érdekében, hogy Zentének, az SMA-s kisfiúnak segítsenek a kezeléséhez szükséges pénzügyi források előteremtésében. A csoport azóta is aktív, májusban egy pécsi alapítványt támogatnak. Ezeken a képeken azok a támogatottak láthatók, akik az elmúlt 2 évben juthattak gyógyulásuk vagy rehabilitációjuk érdekében pénzadományhoz. Az Angyalok Jótékonysági Licit csoport több mint 35 ezer tagot számlál. A lelkes önkéntesek már sok rászoruló embertársuknak segítettek előteremteni a szükséges anyagi forrásokat a különféle kezelésekre, műtétekre vagy segédeszközökre. Böjtös Ildikótól, a csapat egyik vezetőjétől megtudtuk, az adományozásnak a közösségi felületen több módja is van. Lehet felajánlásokkal segíteni, hogyha valakinek van feleslegessé vált szép állapotú tárgy, könyvek, ruhák, játékok, bármi. Mert egy csomószor az van, hogy ami otthon úgymond vár felesleges, vagy én kacatnak látom, az másnak néha kincs. Vagy lehet licitálással is segíteni. Ezek a felvételek már a Pécsi Down Alapítvány beszédfejlesztésén készültek. A szervezet tavaly ősszel indította el a hiánypótló foglalkozást a gyerekek számára, melyet a továbbiakban is szeretne folytatni. Többek között ezért is van szükségük anyagi támogatásra. Az összeg előteremtésében most az Angyalok Jótékony Licit csoport segíti őket. Mint minden civil szervezet, mi is folyamatosan keressük a forrásokat, hogy azokat a tevékenységeket, amiket mi célul tűztünk ki, azokat meg tudjuk valósítani. Ezeket főleg pályázatokból, adományokból tudjuk ugye finanszírozni. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy minden egyes fillért mi az érintettekre és a családjaikra költünk. A beszédfejlesztésen kívül évente tábort is szerveznek a Down-szindrómás gyermekek számára, amely nem csak maguknak, az érintetteknek hasznos, de szüleiknek is nagy segítséget jelent. Az adományokból az alapítvány jövőre egy regionális központot is szeretne létrehozni, ahol további hiánypótló szolgáltatásokkal támogatnák a fogyatékkal élők társadalmi beilleszkedését. Ismét van éjféli nyitvatartás a Tudás Központban. A tavaszi vizsgaidőszakban június 23-áig várják hosszabbított nyitvatartással azokat a hallgatókat, akik az esti és éjszakai tanulást választják. 20 és 24 óra között az olvasók kizárólag a második emeleten tartózkodhatnak. Itt lehetőség van tanulásra az olvasói terekben, a tanulófülkékben, illetve a csoportos tanulószobában. Ugyanitt működik az önkiszolgáló kölcsönző is. A beiratkozás és a hagyományos kölcsönzés ebben az idősávban szünetel. Végezetül néhány szó az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, érdemes lesz napfényvédőkrémet használni, ugyanis erős UVB-sugárzás várható. Csütörtökön a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok körül alakul. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Viszontlátásra!